Üdvözletem újból avagy jó napszakot! Hazai vizekre eveztem mára. Megtörtént már Szent István halála. Káosz várt a magyarságra. Nagy feladat hárult a megvakított sarjára. augusztus 15-én meghalt Szent István. Imre herceg 1031-es halálával nincs utód a magyar koronára. A nagy király még életében rendelkezett utódjáról, aki Orseolo Otto és István király lánytestvérének Nászából született és a Péter névre hallgat. Az úr 1011. évében Velencében látta meg a napvilágot. Kerestem az édesanyja nevét, de ahány forrást találtam, mint mást mondott, szóval, vagy Gizella, esetleg Ilona, vagy talán Mária, de a legjobb a Pallas volt, az kijelentette, hogy nem tudja. Apja az 1026-os lázadás elől Konstantinápolyba menekült, amíg Péter a magyar királyi udvarba. Itt belépett a testőrségbe és a testőrparancsnokságig meg se állt. Imre herceg halála után a trónra több jelölt is volt, például a Vazur fiak és Szár László gyerekei. De végül is rá azért esett a király választása, mert nyugati származása volt, és így azt remélte, hogy ő méltó lesz arra, hogy folytassa a magyarok keresztény útra való térítését. Pontosabban a nyugati kereszténységre. Mert Vazul ugye pogány volt, és Szár László pedig a keleti rítust vallotta. De akinek nem tetszett a király választása, azokkal elbánt. Mondanom se kell, eléggé durván Vazult megvakítatja, gyerekeit száműzi. Szár László és családja is erre a sorsa jut. Szóval István király meghalt, és testét a Székesfehérváron a Nagy Boldogasszony bazilikába temeti. Orseolo folytatja István király munkásságát. Pénzt vere. Uralkodása alatt alapítják a pécsi székesegyházat is. Törvénykezik, mondhatni jól indít. Adókat vet ki. Közben erősen áskálódik Gizella István király özvegye. 1038-ban újra nősül. Első feleségéről nem tudunk semmit, de második hitvese Svenkfurti Judit lesz, akinek van már két gyermeke. Persze ez még kevés, hiszen külföldről hív kegyenceket, akiknek különböző titulusokat osztogat. Mivel nem helyiek és nem ismerik a szokásokat, így elkerülhetetlenek lesznek a súrlódások. Bár a képes krónika szerint direkt hergelik és megalázzák a helyi lakosságot. Péter uralkodása ellen egyre inkább erősödnek az ellenző hangok, amikor Gizella, aki segítette a hatalomra jutását, ezt szóvá tette, 1041-ben fogta és bezáratta. Külpolitikája német és bizánc ellenes. A németek ellen hadjáratot vezet 1039-ben és 1040-ben, ebben a hadjáratban még sógora Adalbert osztrák őrgróf birtokát is feldúlja. Három hadsereget is küld első Boriszláv cseh király megsegítésére, ebben a hadjáratban a csehek magyar segítséggel győznek. Segíti a lengyel függetlenedési törekvéseket. De küld segítséget a bolgár királynak, Dejan Péternek. De ez a lázadás elbukik, Dejan 1041-ben meghal, van, aki azt mondja, csatában esik el, és akad olyan is, aki szerint elfogják és Szalonikiben megvakítják. Érdekeségként még megemlítem azt, hogy Dejan édesanyja Árpádházi volt Judit István testvére. Géza fejedelem elsőszülött lány. Akkor vissza Péterre, aki ellen nagyon hangosan tiltakoznak a magyar főurak, és ő megfenyegeti őket, hogy még több külföldit telepít be Magyarországra. De amikor az indulatok a tetőfokára hágtak, akkor a nemesek megölik a király egyik kegyencét, a német bárót. Akit a krónikák Budaként is emlegetnek. A főurak dühükben felkérik abba Sámuelt, az elfeledett ispánt, hogy csináljon valamit. Sereget gyűjt és elindul, hogy megdöntse Péter hatalmát. De Péter elmenekül az országból és egyenesen Henrik német királyhoz megy. Idehaza a dühös tömeg egy az egyben megfosztja a kegyenceket, a hatalmuktól sokat megölnek, megvernek, megaláznak, de volt olyan is, akit feldaraboltak, kerékbe törtek. Vazul megvakítóját egy bizonyos seböst kerékbe törték. De eltörli a Péter által kivetett adókat.
A Szent Istváni utat nem követte, hanem inkább adót vetett ki a papságra, a politikába nem engedte, hogy beleszóljon. Szinte a perifériára szorította őket. Engedte letelepedni a balkáni eretnek mozgalmat. Ez a fordulat jól jött III. Henriknek, aki már régóta bosszút forral a magyarok ellen. Az uralkodó sereget gyűjtött, de ez a sereg eléggé lassan állt fel, mert az év pünkösdjén volt kihirdetve, de csak tárgyéve augusztusában tudott elindulni. Ez egy gigantikus sereg, ott volt Péter a sorokban, őt Bratislav cseh király egy meghatározó haderővel, de Adalbert az osztrák őrgróf is csatlakozott. Borislav tanácsára a Felvidéken vonult végig 9 várost foglaltak el, és nagy meglepetésére sok magyar főúr is csatlakozott hozzá. Lényegében az történt, hogy Aba Sámoese úgy ugrálta, hogy ők képzelték. A magyar sereg sok dolgot nem tudott tenni ez ellen a sokaság ellen, csak a felperzselt föld technikáját tudta alkalmazni. Esténként viszont ahol csak tudta zaklatta a vonuló sereget. Ez a hadjárat egy békekötésben ért véget. Az elfoglalt városokat azt a 9-et a német császár kiutalja és 2000 fős őrséget hagy hátra. De ahogy a német sereg kivonult Aba csapatai támadásba rendültek és elfoglalták Endre várait. Aba követeket küldött Henrikhez béketárgyalásokat szeretett volna. De eredményre nem vezetett, mert Adalbert és Bratislav folyamatosan agitálta a német császár. De Aba követei egy jó ajánlattal jöttek elő a béke fejében, hajlandóak fizetni, és fogolycserét ajánlanak, plusz felajánlják a Szent István által megszerzett határmenti birtokokat és kiengedik Gizellát a fogságból, majd évi 400 aranyat fizetnek. Ebben az évben Henrik újra nősül és francia feleséget választ egy bizonyos Poitiers-i Ágnest, akinek kezével a burgundiai birtokok is jártak. Vissza Abához, mert a maradék megbecsültsége a nemeseknél most már teljesen porba hullott. Ezt tetézte még az, hogy szervezkedtek is ellene. Ami persze kitudódott, és a szervezkedő gazdagokat Aba csanádra hívatja, ahol agyonvereti őket nagybőjt idején, amivel meg a magyar keresztény egyházat sikerült felbőszítenie, akik szintén Henrikhez menekülnek, és ösztönzik, hogy avatkozzon be a magyar belügyekbe. De persze a németeknél is vannak gondok, mégpedig, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt éhínség tört ki. Ez majdnem rányomja bélyegét a császár terveire. De az uralkodó tántoríthatatlan, és ha nem is a teljes birodalmi sereggel, de ráront a magyar vidékre. A nagy armada Bécs mellett gyülekezett. Ide érkezett Adalbert az osztrákjaival, Bratislav hozta a cseh katonáit, és Bruno Bajor püspök a fegyvereseivel, és persze Péter az orszeol. De ide jöttek a magyar követek, ígértek és persze kértek nem sokat, csak azt, hogy adják ki az oda menekült magyarokat. Erre Henrik fogta és letartóztatta őket. Majd megindult az ország felé. De Abát se érhette váratlanul a német császár hajthatatlansága. Védműveket építetett és állítólag hadigépeket is beszerzett, feltöltötte seregét. Amikor Henrik elérte a Lajta folyót, Sopron irányába vette az irányt és letáborozott. Ahol újabb követéség érkezett, újabb alkuval, de a német császár a tárgyalás helyett inkább kijelölte a harcteret. A követek visszamentek Abához a táborába és elmondták, hol kéne harcolni. De Aba nem jelent meg a csatatéren, minek tökéletes védműveket építetett, itt biztosan győzne, a németek mikor észrevették, hogy a magyar csapatok nem jelentek meg, elindultak Kapuvár irányába, itt azért elmondanám, hogy akkoriban ez a régió eléggé mocsaras. Ráadásul itt még a németeknek át kellett kelni a Rábca folyón. Majd elérték Kapuvárt, ahol volt egy magyar tábor, akik amint meglátták a külföldi hadat, elmenekültek. A németek elfoglalták a tábort, a gyalogságot megpihentetik, a lovasság pedig tovább megy a mai Győr irányába. Itt megemlítem azt, hogy a magyar sereg 20 000 fő lehetett, de ha reális akarok lenni, akkor olyan 15 és 18 ezer közé kell tenni. A német támadó sereg viszont 6 000 fő volt. Nos, szerintem, ha beszámítjuk azt, hogy éhínség volt és a német tartományokból nem vagy csak alig mentek emberek, és inkább csehek, osztrákok és átpártolt a Péterhez hű magyarok voltak, akkor ez egy teljesen elképzelhető létszám. Persze ehhez még hozzátartozik az is, hogy Henrik türelmetlen volt. És ha tovább vár, akkor lehet, hogy többen lettek volna. 1044. július 5-én reggel Henrik csapatai megkezdték az átkelést a Rába folyón, nem sokra rá megérkeztek Aba Sámuel csapatai is, akik látták azt, hogy a német sereg átkelés, ezért sebezhető gyorsan támadásba rendültek, de történik egy sajnálatos dolog, szélvihar támad. Ezért a magyarok a fő fegyverüket, az íjat nem tudták használni, csak közvetlen lovasrohamra volt lehetőség. Ami persze nagy akadályt nem jelentett a magyaroknak, hiszen túlerőben voltak. A rohamnak haszna is volt, a betolakodók beszorultak a folyóhoz. De ennek nem csak a lovas roham volt az oka, hanem a szélvihar is, ami felkavarta a port. De ez a szerencse elég gyorsan elpártolt, amint a vihar elállt, a németek visszatámadtak és nagyon vehemesen. Embertelen vérfürdő kezdődött.
Dübörögtek a lovak és csattogtak a kardok, kegyetlenül és véresen jött a halál, és még egy kis baj, mert sok magyar főúr nem volt abával, megelégedve inkább Pétert látta volna újra tőle. Ennek véleményüknek egy árulás formájában nyomatékot is adtak, és csata hevében zászlóikat lerakták és átálltak a támadókhoz. Ezt már a magyar oldal nem bírta elviselni, a német ellentámadás az árulókkal megerősödve már magát abba Sámuelt veszélyeztette, és nem maradt más hátra, mint a futás. Abba csak a testőreinek köszönhette azt, hogy élve el tudta hagyni a harcteret. A Tisza felé menekült, de az egyik faluban az üldözői elkapták és megölték. A testét a falu kápolnájában eltemették, majd később kihantolták és abba sárra vitték. A győztesek a foglyaikkal köztük abba családjával megostromolták és elfoglalták Győrt. Innét Fehérvárra ment, ahol beiktatta Pétert a magyar trónra. Az abától elvett lándzsát és talán még a koronát is elküldte Rómába a pápán. De Péter látta azt, hogy egyedül nem fogja tudni ezt az országot már irányítani, ezért 1045-ben újra behívja Henriket és felkínálja neki a hűbéresküt. Hűbéresküt. Ez kicsapta a biztosítékot, németek szolgái lettünk. Sokaknak nem tetszett, idegenek idejöttek rá, erőszakolták a hitüket. Majd zsarnokoskodnak, utána mikor abba átveszi a trónt, akkor meg csatát veszi, majd visszatér a zsarnok és behódol a külföldieknek. Régen minden jobb volt. Őszeink forognak a sírjukban. Talán ilyen is ehhez hasonló gondolatok. Fogalmazódhattak meg akkor, mikor az Erdélyi Gyula két fia úgy dönt, hogy titokban behívja hazug gyerekeit. De ez a szervezkedés kitudódott, a két fiút elfogták és megvakították. Az mellett szerveződött más is Gellért püspök és két kollégája. Elindult a sztyeppére haza szeretni hívni vazul két fiát, Andrást és Leventét. De az érthetőség kedvéért most egy kicsit visszamegyek az időben, Szent István mikor Imre meghalt vazult akarta kijelölni a trónra, mint utódja, de a rossz nyelvek szerint Gizella nyomására Orseolo Pétert jelöli ki. Ez nem tetszett vazónak, aki lázadást szított, amit levertek és elfogták. Először bebörtönözték, majd később megvakították és füleibe olmot öntöttek. Felesége és három fia András, Béla és Levente menekülni kényszerült. Először Csehországba, majd pedig Lengyelországba menekülnek. Ott második Mieszláv fejedelem udvarában találtak menedéket. A fejedelem oldalán sok csatát és háborút vívtak. Sokra tartották Mieszlávot. Itt Béla feleségül veszi a fejedelem lányát, Piásztrihezát, vagyis Rixát. Béla itt veszi fel a kereszténységet is. De testvérei András és Levente, aki a mai tudósok szerint a legidősebb vazúporonty, tovább álltak Kijevbe. Kézai szerint azért mentek tovább, mert nem akartak leköteleződni. A russzok földjén eleinte felemásan fogadják őket, azt hitték kémek. A legenda szerint viszont egy fogoly felismerte őket, és innét fordult meg a megbecsülésük. Találtam egy érdekes cikket, mely szerint Andrásnak itt lett egy ágyasa, és egy fia is született, bizonyos György. De ezt csak érdekességnek szántam. Viszont a lényeg az, hogy Borisláv Andráshoz adja Anasztázia nevű lányát. Itt viszont már nincs menekvés hősünknek, a keresztvíz alá kellett hajtania a fejét. Itt veszi fel a ma is ismert nevét, mert a pogány neve nem maradt ránk. András amúgy a ruszinok egyik védőszentje volt. Egyik nap viszont Gellért püspök és két cimborája állít be a kijevi udvarba. Azzal a kéréssel, hogy térjen haza, és kergesse el Pétert a trónról. A monda szerint felkerekedett a két testvér és elindult a Kárpátok felé. Persze a Kárpát-medencébe az élet nem állt meg. De nagyon nem, ugyanis az elégedetlenségi hullám a tetőfokára hágott, és ekkor megjelent egy pogány vezér, akit Vatának hívtak. Ő nem szórakozott, csak papíron névleg volt keresztény, amint lehetett vissza is tért az ősi hitre és fellázította a népet. A mai Békés megyébe. Élvén a szófordulattal hirtelen már a megye nem lett békés. Amerre mentek, arra dúltak fel mindent, a külföldieket és a papokat megölték, templomokat felgyújtották. Elszabadítják a tüzes poklot, amikor megérkeznek a testvérek. Abaújváron találkoznak Vatával, aki megegyezik velük. Ők tombolhatnak kardérre, hányhatják a papokat és egyéb külföldieket. A testvérek mindenfelé követeket küldenek mindenfelé. Péter is így tudta meg azt, hogy nagy a baj. Amint megtudta, hogy a pusztító fergeteg nyugat irányába halad, el akart szökni az országból, de a határt elzárták. Úgyhogy visszafordult és elindult Fehérvár irányába, amikor találkozott a testvérek egyik őrjáratával, és bemenekült egy házba, amit három napon keresztül tudott tartani, de az őrségét lekaszabolták, őt élve elfogták. Fehérvárra vitték és megvakították, úgy tartják, hogy maga Vata végezte el ezt a kényes műveletet, vakon bebörtönözték, majd ott is halt meg.
Eközben Gellért megörült a híreknek, hogy Andrásék itt vannak, és misét mondatott a testvéreknek, üdvözölte őket. Majd Pest irányába vette az irányt. De a Duna mentén találkozott vatáikkal, akik elfogták őt és kíséretét, a püspököt felvitték a Kelen hegyre, ahonnét a legenda szerint egy rossz kocsin legurították, majd amikor a járgány felborult, akkor megverték, de még lélegzett, ezért leszúrták egy lándzsával. Majd fejét szétszúzták egy nagy kővel. Durván elbántak vele. Péter testét végül a pécsi monostorba temetik el, amit ő alapított. Eközben Levente meghalt róla, azt írták, hogy pogányként élt és pogányként halt meg. Igazi régi módi temetést kapott. Így viszont, mivel a legidősebb halott, és Béla külföldön van, András élett a trón. András, miután megkapta a koronát, első dolga volt a pogány lázadás elfolytása, erre felesége Anasztázia kíséretébe tartozó sereget használta. Majd kijelentette, hogy visszatér az István által kijelölt útra, megalapítja a tihanyi apátságot. Közben viszont haza szeretné hívni testvérét, Bélát, Magyarországra. De eleinte ez nem aratt nagy sikereket. Miért is kéne, Béla jól el van ott északon, felesége és családja van. Jó híre van és megbecsültsége. Mondhatni, mindene megvan, ami kell. Nagy erős ember és jó stratéga. Bár ez mind a három vazul fiúra igaz, mert mind a három nagy darab volt és eszes. Persze ennek oka van. Henrik a fekete nem tett le arról, hogy rabigába hajtsa a magyarokat. Bár most pápai ügyek vonják el a figyelmét, de, ahogy mondják, ami késik, nem múlik. A sok kérlelésre közben Béla is beadja a derekát és hazatér. Ennek az oka az, hogy herszegséget ajánl neki testvére. Ezt szeretik külföldiül mondani, ami a dukátus. Ennek az alkunak a lényege, hogy megkapja az ország egy harmadát, herszegségnek ez az ország észak-keleti fele. És ha Andrásnak nem születik gyereke, akkor övé lesz a trón. Itt megemlítem azt, hogy ez egy teljesen reális elképzelés, ugyanis az uralkodónak úgy néz ki, nem születik gyereke. Persze Béla magával hozott Lengyelországból egy komolyabb katonai különítményt is. 1050-ben Gebhard regensburgi püspöknek már nagyon viszketett az ujja a kardokon, és betör Magyarországra. Nagy pusztításba kezd, és amit ér, azt visz. A megtorlás nem is váratott magára. András és Béla betörnek a Német Birodalomba. Egészen Hainburgig dúltak fel mindent, majd a várost megostromolták. Elfoglalták és a templomtornyát ledöntötték. Majd ott hagyták. De Henrik sereget gyűjtött és elindult, majd a város mellett tábort ver. A magyarok viszont esténként megtámadták a tábort. Folyamatosan zargatták a németeket. Volt olyan roham, ami után közel 200 nyilvesszőt számoltak a németek. Majd ez év szeptember 22-én este újabb rohamra indultak, de most viszont már gyújtogattak és felgyújtották a féltábort lángoló nyilakkal, majd lovas rohamot indítottak, ami az elején jól is haladt, a németek a táboroltásával voltak elfoglalva. De az időjárás a védők segítségére sietett és a csatamenete megfordult. A vérengzés végére sajnos a magyarok maradtak arról és kénytelenek voltak visszavonulni a határok mögé. Ezt követte a legendás 1051-es német hadjárat. András király a pápa közbenjárását kérte a béke érdekében. De ez a kérés csak süket fülekre talált. Passau mellett gyülekezett a németek hada. Majd az év augusztusában el is indultak a magyar határ felé. Az eredeti terv az volt, hogy a sereg a Duna két partján levonul, és mögötte egy nagy hajóhad lesz, amin ott van az ellátmány. Ez addig jól is ment, ameddig el nem érték a mosoni kaput, de ott nem tudtak mit csinálni, ugyanis az esőzések miatt a fertőtó megáradt és mindent elöntött. Ez miatt Henriknek kockáztatni kellett. Ketté osztotta a seregét, egyik része leereszkedik a Dunán az ellátmánnyal Gebhard püspök vezetésével. A másik viszont a mai Zala megye környékén rátör az országra, ezt a vonulást viszont maga az uralkodó vezette. A terv annyira módosult, hogy a hajóhad leúszik a Dunán, és ha bármi gond van, akkor a király üzen és jönnek hozzák a segítséget. Hát igen, gond az lett a magyarok, akik Bélát tették meg stratégának, és egy jó ötlete volt. A Zala mentén bejövő németek elől mindent elvittek, a felperzselt föld taktikáját alkalmazták, a lakosságot és az állatállományt elhajtották, a kutakat betömték vagy megmérgezték. Semmi ehetőt ihatót nem hagytak hátra. A vonuló sereg eleinte ennek csak nyomát látta, de később a készletek fogyásával a hatását is elkezdte érezni. Már nagyon bent jártak a Dunántúl területén, amikor már a katonák az iga vonulóvakat kezdték elenni. Közben persze Béla a németek hátába küldött egy kisebb sereget, akik folyamatosan zargatták a támadókat. Nappal vonuló seregre rálövöldöztek, és megrohanták őket, amikor már a németek felvették volna a harcot elillanva. Esténként az őrséget piszkálták, lelövöldözték őket, vagy simán csak elragadták. De a sereg rendíthetetlenül vonul tovább Fehérvár irányába.
A király egyre elkeseredettebb látván azt, hogy hullik el a serege, szinte eltűnik az éhínségbe, az erőltetett menetbe és a folyamatos készültségbe, mert nem tudhatta, mikor támadnak rá. Végül úgy dönt, hogy üzen a püspöknek, hogy jöjjön és hozzon élelmet és segítséget. El is küldött egy követet, akit viszont a magyarok elfogtak, és egy hamis üzenetet továbbítottak Gebhardtnak, amiben azt mondják, hogy győzelemre állnak és forduljon csak nyugodtan vissza. Azért hozzátenném, hogy püspöknek semmi oka nem volt gyanakodni. Ez a levél nagyon hiteles volt, és hírnők is beszélt németül. Így az egész színjátékot elhitte és visszafordult. Közben Henrik elérte Fehérvárt, és amikor látta, hogy itt senki nem látja szívesen, és békés kedves nép helyett itt bizony harcra kész katonák vannak, akkor bizony már elgondolkodott, és utolsó szelet kenyerével a kezében, már nem vágyott másra, mint hogy otthon legyen. A város alól északnak fordult, és elindult találkozni a hátrahagyott flottával. A mai Bakony irányába vonult. A dolgok ugyanúgy folytatódtak. Reggel váratlan rajta ütés, esténként az őrség piszkálása. Volt olyan, hogy egy magyar csapat úgy, ahogy volt lóháton, benyargalt a németek táborba egy kis csatározásra. Majd ahogy jöttek, úgy el is tűntek. A mai Bodaj térségében volt a legkeményebb összecsapás, a képlet ugyanaz, ami eddig. De itt már a németek kínjukban beásták magukat a földbe. Éjszaka ugyan úgy rajtuk ütöttek, gyújtogattak a magyarok, a táborba belovagoltak, és ott az urakra hurkokat dobtak, és úgy vonszolták őket, persze sokakat lemészároltak. De olyan szinten, hogy a németek a felszerelésüket eldobálva futásnak eredtek. Ezért hívják a Bodajk melletti hegyet vértesnek. Henrik maradék serege már csak haza akar menni, roham léptekkel tartanak Győr irányába. Amikor odaértek, akkor vették észre, hogy nincs sehol a hajóhad, nyugatnak fordultak és ugyanolyan sebességgel igyekeznek elhagyni az országot. De a Rápca vonalánál már várták őket egy kis ennyire. A folyónál a hidat felgyújtották a magyarok és elállták a támadók útját. Nem volt más hátra, mint előre. A császári katonák egy végső elkeseredett rohamot indítottak, végül nehezen, de átvágták magukat, akinek nem sikerült az átkelés, azokra halának halára várt. A király csak Regensburgnál értesült arról, hogy a hajóhad miért is távozott, ott jöttek rá, hogy nagyon túljártak az eszükön. Ez bosszúért kiáltott. A német császárral így nem lehet elbánni. Ezért egy évre rá, 1052-ben összehívta újból a német hadakat. De most már csak szigorúan a Duna vonalán vonultak. El is érték Pozsony várát. De ez a Pozsony már nem volt az, amit annak idején elfoglaltak és felgyújtottak. Megerősítették a várat és feltöltötték. Véres ostrom vette kezdetét, az ostrom közben bizony még a pápa is feltűnt és kérte a harcok abbahagyását, mondjuk fura módon, mert a magyar királyt Andrást kérdelte, hogy adja át a várat és az országot, nem nagy dolog az. A választ persze tudjuk, egy nagy, nem. Volt. Az ostrom közben persze vitézek tűntek fel. Orosz, Vojtek, Wilperhard, Endre és Márton. Ők tűntek ki bátorságukkal és embertelen küzdőszemmelükkel. És még valaki egy Zsigmond nevű ember. Róla van egy videón, nézd meg. Ez az ostrom 8 hétig tartott, a flotta elsüllyedésével már okafogyottá vált. Megint élelem nélkül maradtak. Visszafordultak és nem jöttek már magyar földre. Henrik hazatért, a németektől való függőség megszűnt. De nyugta nem sok volt, ugyanis területi vitába keveredett Konrád bajor herceg és Gebhard püspök. A császár meghallgatást hirdetett, de Konrád nem jelent meg. Kiátkozta birodalomból. A területei fiának adományozta. A kiátkozott főméltóság pedig András udvarába menekült. De a császár emetette bizony a birodalmon belül is nagy vízhangot keltett. Közben a magyar követek is feltűntek a német udvarban, hogy a békéről tárgyaljanak, kisebb gondja is nagyobb alapon Henrik hajlandó volt tárgyalni, de komoly feltételeket szabott. Konrád viszont mindent elkövetett azért, hogy a tárgyalások ne járjanak olyan nagy sikerrel. Célt is ért 1053-ban a német határon Konrád vezetésével egy kisebb hadsereg feltűnik a határnál és végtelen pusztításba kezd. Regensburg városáig meneteltek és amerre jártak, csak halált hagytak. Lángolt minden tanya, faluváros, és Regensburgot is elfoglalják, a várost kifosztják, felrúgják. Majd ott hagyják, mert a lakosság kikergeti őket a télen jöttével. De 1054-ben pedig Bajorországot dúlják fel dicső hadaink. Emlékeztetik a németeket arra, hogy létezünk, és persze, ha már ott voltak, akkor bizony hazahoztak egy kis zsákmányt is. Nagyon helyesen. De a béke még váratott magára, de 1055-ben, mikor András király esküvővel biztosította a kezdeteket, Salamon fia feleségül vette Henrik Judit nevű lányát. A végleges papíros béke viszont 1058-ban kötetett meg.
de amíg itt nyugalom lett, egy új baj ütötte fel a fejét. Ugye, mint feltűnt Fejeb Andrásnak fia született 1053-ban, persze a király közben még egy szérütést is összeszedett mai nevén Sztrókot. Imádta fiát és őt akarta a trónra. De bizony az ígérete Bélának megkötötte a kezét. Végül is döntött, Salamon lesz az utódja, akit 1057-ben koronás hercegnek nevez ki. Persze haba tortán, hogy még gyerekádás képében született egy fiú, Dávid. De az utód Salamon lesz, ami Bélának nem tetszett, a király egy találkozót kért tőle valahol Tiszavárkony környékén. Bár itt már járni alig tud, de a legenda úgy tartja, hogy Várkonynál mégis találkoznak, a királyt egy hordágyon cipelik. A királynak egy furcsa ötlete támad, magával viszi a koronát és egy kardott testvérét, ezzel a furcsa módszerrel állítja választás elé. Megparancsolja az őrségnek, ha a testvére a koronát választja, akkor kaszabolják le. Majd amikor Béla megjelenik egy ember... Uram, ha kedves az életed, válaszd a kardot. Miklós ispán azt mondja Bélának, hogy a kardot válassza, ha kedves az élete. Béla bizony a kardot választja. Ennek András nagyon örül. Állítólag össze-vissza csókolgatja testvérét. De Béla, miután otthagyta a tábort, már össze is csomagol és Lengyelországba megy rokonához, hogy segítséget kérjen. András azt tudta, hogy bizony ez csak egy újabb baj előjele. Így viszont a családját Németországba küldte. Majd ő is segítséget kért rokonától. Béla visszatért a Kárpátok közé lengyel katonáival. Pontosan az történt, amit András is sejtett. Amint a sereg átlépte a hegyeket, a magyarok már sorra álltak be a dukátus hadaihoz. András a cseh sereget is behívatta, biztos, ami biztos. Megindultak az ország keleti területei felé. A Tisza vonalánál járhatott a királyi had, amikor egy lengyel dandár feltűnt a folyó túlsó felén. András hiába mondogatta a németeknek, hogy várják meg a cseh sereg részt, azok nem hallgattak senkire. Átcsörtettek a folyón és a lengyelek nyomába eredtek. Akik az egyik domb mögött eltűntek, és amikor a támadó lovasok felértek a domb tetejére, megdöbbenve látták a magyar zászlóerdőt és a döbbenetes sereget. Futásnak eredtek, de Béla gondoskodott arról, hogy ne érjenek vissza, mert amíg ők vakon kergették a lovasokat, addig ő a serege egy jó részét hátra küldte az átjárókhoz. Andrásék csapdába estek. Itt már nem volt irgalom, egy hatalmas vérfürdő kerekedett ki. Ennek a csatának a helyét nem tudjuk sajnos. Annyi, ami biztos, hogy itt a Tisza partján bizony a német seregek nagy vereséget szenvedtek, és már megint hanyatt homlok menekültek ki az országból. Egészen a mosoni kapuig, ahol egy újabb ütközetet voltak kénytelen állni. Ugyanis Béla hadai a hidakat elállták, és így András katonái nem jutottak ki a határon, de haba tortán, hogy közben megjött Béla serege is. Egy utolsó nagy mészárlás vette kezdetét, ahol az elkeseredett németek mindent belittak. Béla lengyeleiben viszont emberükre akadtak, patakokban folyt a vér, és ebben a halálos forgatagban valahogy András is leesett a hordágyáról, és a lovak és szekerek megtaposták. Az amúgy is rossz állapotban lévő királynak sajnos több se kellett március. Itt a németek mentségére szóljon, hogy mikor észrevették a bajt, a királyt gyorsan felsegítették és egy dombra vitték, ahol bátran védték. Végül, mikor már nem bírták a halálos rohamokat és nyilakat, feladták magukat. A király viszont eddigre már halott volt. Testét a tihanyi apátságba temették. A templomot 1055-ben Szent Ányos tiszteletére alapítja. Amíg András temetésével és gyászolásával voltak elfoglalva, addig a volt király fia Salamon megszökött az országból, és a németekhez menekült, ahol az új király IV. Henrik fogadta. III. Henrik 1056-ban elhagyta már a földi világot, és fiát Henriket nevezte meg a trónra, ő pedig e néven a IV. lett. IV. Henrik. 1060-ban Béla elfoglalja a trónt, azt a trónt, amit neki ígértek. Amit szavak és betartott ígéret helyett karddal kellett megszereznie. 1060. december 6-án kerül az áhított korona Béla fejére. Amint rákerült, már jött is az első probléma. A király gyűlést hívatott össze, ezen gyűlésen sokan megjelentek, nemesek és közrendűek, és persze a városi nemesség. Meg egy hangos kisebbség, akik egy érdekes kéréssel fordultak a királyhoz. Hadd éljenek szabadon, imádhassák régi isteneiket. De persze szerettek volna a hódolni egy kettelésnek is, mégpedig annak, hogy papokat kövezzenek meg, templomokat égessenek el, keresztényeket kínoszhassanak. Csupa kedves kérés. Ennek a tömegnek Vata pogányvezér fia János volt a vezetője. Itt azért megemlíteném azt, hogy apját a lázadás után nem fogták el, hanem hagyták Borsodi birtokán élni Bélháromkútban.
Amíg apja a pogány híveket csak hatalmi céljaira akarta felhasználni, fia bizony meggyőződéses volt. Az udvartartása is tele volt mindenféle táltossal és pogány papnővel, de volt egy kedvence, egy bizonyos Ráksi, aki személyes jövendőmondója és tanácsnoka volt. Nos, erre a kérésre, már mint arra, hogy mindenki legyen újra pogány és hogy kicsinálhassanak mindenkit, Béla csak időt kért. Persze semmi kedve nem volt ahhoz, hogy visszatérjen a régi útra, hanem kellett neki egy kis idő, ameddig megszervezi a védelmet. Amint elkészült vele a pogány küldöttséget és tömeget összehívta, és rájuk eresztette az őrséget. Akik nem kíméltek senkit, Fehérvár utcáit elöntötte a vér, de az itt egybegyűltek közül nem hagyott senkit életben, a pogányságot országszerte felszámolta. Ráksit börtönbe vetette és ott hagyta éhen halni. Úgy tartják, mire szenvedése véget ért, addigra lerágta a húst a lábáról. Megtiltatta azt, hogy bárki is a vata fiakkal házasodjon. De Béla nem volt olyan kegyetlen, például a Magyarországról elmenekült András hívek vagyonát nem kobozta el, földjeit érintetlenül hagyta. De ez mögött lehetett számítás, mert szeretett volna békében maradni a nyugati szomszéddal, és hát Salamon és Dávid a német udvar védelmét élvezte. Pénzt veretett ő is. Monostort alapított Szekszárdon. Sokat tett a gazdaság fellendítéséért. Követeket küldött a német udvarba és tárgyalásokat kezdeményezett, de ezek nem sok hasznot hoztak, ugyanis a nyugati szomszéd eltökélt volt Salamonék ügyében. Ennek Béla nem örült és jobb hiány sereget toborzott, és a mosoni kaput, az ország egyéb átjáróit elbarikádozta. Családját visszaküldte Lengyelországba. A német sereg 1063-ban átiskelt a határon, igaz nem ott, ahol el volt zárva, hanem különböző kerülő utakat használt. Megostromolták Mosonvárát. Állítólag egy rohammal elfoglalták a várat. Béla közben egy országgyűlést hívott össze Dömösön, ahol a beszéde közben beszakadalatta a trón és komoly sérüléseket szerzett. Ezekkel a sérülésekkel szállítják a sereghez, ami a Rába Rábca vonalán gyülekezett. De a csata elmaradt, a király a táborban pár napra a balesete után meghalt. Testét Szekszárdon temették el az általa alapított kápolnában. A háború, amilyen gyorsan kezdődött, olyan gyorsan véget is ért. Az utódja a fiatal Salamon lesz. Több pogányázadással és mozgalommal már a magyaroknak nem kell szembenézni. A kereszténység innét már csak szilárdabb lesz Magyarországon. Amúgy Bélát a jó királyok közé sorolják. Ennyi volt mára. Ha érdekel, olvas utána. Ha kell, éltes. Vagy sújts halálra. Kattinthatsz a harangocskára. Ez úton is kívánok további jó napszakot. És mindent lebíró akaratot. Sziasztok!